magát és a megkerülhetetlenség érzésének a megőrzése a munkahelyen. Nézzünk meg egyfajta területfoglalási játszmát. Sziasztok, én Kovács Patrícia vagyok, de mindenki csak Pocinak hív. És én vagyok... Paci, mint a ló. De az. Igen. És a kis ló. Igen, legyen ló. Na kanca, legyen kanca. Kis kanca. Szóval, hogy hívhatok bárhogyan, hívhatok Patriciának is, vagy Pocinak is, vagy kanca, megvan. Jó, akkor egy kanca. Szóval csak szerettem volna bemutatkozni, én egy új alkalmazott vagyok, egy asszisztensi pozícióba vettek fel, de szeretnénk majd egyszer csak ilyen junior pozícióba is bekerülni. Vissza fogod majd mondani, azt tudod. És az hangja... Szóval, hogy azt mondták nekem, az Enikő, a főnököm, akinek ki kéne nyomtassak eléggé sok mindent, hogy itt van nálatok a nyomtató, és segítettek el nekem abban, hogy kinyomtassam a fogadatot. Hát, nehéz egy nyomtató használni. Az nehéz. Kancuskámmal. Az nehéz. Nyomtató. És kantus. Jó, hol van a nyomtató? Hol a nyomtató? A papírt én adom, amikor úgy gondolom. Igen, csak itt vagyunk egy cégnél, és az én főnököm az megkért, hogy nyomtassa ki valami, és az csak ebben a szobában lehet. Na most ezért, hogyha te nem segítesz nekem, bocsássál meg, tudom, hogy te vagy itt előbb, csak hogyha te nem segítesz nekem, akkor nem velem szúrsz ki, hanem a céggel. Tehát te vagy a cég kancu. Nem vagyok a cég, hanem a cég kancusa. A cégnek szüksége van arra, hogy kinyomtassam ezeket az információkat, és ahhoz el kéne jussuk a nyomtatóhoz, és hát szeretnél megkérni, hogy adjál 5 darab lapot nekem ebből. 5? Most már 5 darab. Jó. 5 darab. Akkor láttad a gyaloggaloppot? Ilyen kérdéseket tettek fel, tudod. Én másik generáció vagyok, úgyhogy én ezt mondtam. Te most leüregeztél, kancus. Na figyelj ide, kancus, következő van. Nem lesz ebből. De... Kancsus, ne sírjál! És akkor még utána jön a nyomtató, lassan az szakja. Nem, de figyelj, azt hiszem, hogy én lassan megkönnyülök rajta, jó? Fogod vinni? Na dobd azt a kérdést! Kancsus, figyelj! Kapsz ötöt, jó? Igen? Jó? Egy kérdésre kell, jó? Van gazdád? Van. Megcsináljuk! Megpróbálják? Nézzek, mi ez az. Elharapja a gerincünket.